egyesületnek, akkor már az egyesület van már, mert hogy akkor még egyesülési törvény sem volt. Tehát amikor ott a három egy évre is visszajött, ugye még ma is lehet látni azokat a kis gram jeleket rajta, hogy pontosan nem érték, hogy hány gram. Mert azt hitték, ugye azért a szimatokból lehet tudni, hogy ez nem fizetik ki majd a három hatóságot. Tehát volt egy nagy kérdés, és a múltam megnyugodta, hogy tudja ezt kezelni. A régi kiállítás, hogy én tudtam a következő termekben voltak elszórva egymás utáni tervekre, termekben az a termékben, amire 83-ban visszajött, és mi úgy döntöttünk, hogy ezzel a kiállítással két teremmel összehozzuk, tehát itt most azokban a kiállunk a kivéve Lázori Mirzának a fegyelmbája, mert ő meg ugye a személye miatt került ide, amiben 83-ban kétszer Lázori Mirzára voltak át, köszönöm, hogy jött ide, visszajött, jó. Lényeges különbség az előző kiállításhoz, hogy mindenről mondunk valamit. Tehát nem csak, tehát itt ennek egyébként az első világháború hősi hadóteinak a kapcsán, tehát nem csak a képeket állítjuk ki, hanem minden egyes huszárnál elmondjuk azt is, hogy hol voltak meg és hogy akartak meg. Ugye itt előtt egyébként előtt nincs valami. Ez egy emlékezés falának tekintjük, és itt most kitettük azoknak a nevét is, akikről nincsen kép, viszont a tervezet történet alapján tudjuk, hogy szintén a szolgóban haltak meg. Egyről tudjuk, hogy készült a képen nem került be, de tervére beszéltük azért, hogy azon közül szólva, hogy amikor a gondfő aztán átadja ennek a volt egyik 20 igazgatónak az anyagot, azért a volt egyik 20 igazgató, mert például a második Miklósnak a festményét, de utána egy aukciós albumba megtaláltam. Tehát itt azért Miklós néhány. Mert kevésbé majd látható lehet is, mondjuk most ezt így. Jó. Annyi az újdonság még a Munoknál kapcsán, hogy a Herci még, és másik fiatalembernek a kapcsát, még a családi építésre. Most átmegyünk ebbe a két területre, így lesz a folytatás.